készítettem egy oszmán-török pajzs rekonstrukciót, ez a nád pajzs, vagy szaszkálkán, és kipróbáltuk, hogy milyen ellenálló képességet fejt ki ez a fajta pajzs nyíllövéssel szemben. A szerzőtársam Kis Attila saját készítésű oszmán-török íja volt az egyik íj, eredeti anyagokból készült oszmán-török íj, és a másik az egy műanyagi, és 16-17. Századi leletek, illetve leírások alapján készült oszmán-török nyílhegy rekonstrukciókból készültek a nyilak. Ennek a hatását mutatjuk be, hogy ezekkel a feltételekkel a sebességmérés, energiaszámolás alapján milyen kezdeti energia, milyen becsapódást, milyen áthatolást idézett elő ezen a pajzson. Szerencsére elég jó együttműködést tapasztaltam a Történeti Múzeum és a Nemzeti Múzeum részéről, tehát lehetőségem volt eredeti pajzsokat közelről megnézni, mind a készítési technika, mind az anyag szempontjából. Hát bizonyos kompromisszumokat kénytelen voltunk kötni, illetve kénytelen voltam kötni. Az alapanyag, a rotánk pálma, az valóban használatos alapanyag volt, de a rotánk pálma pajzsokhoz többnyire sejemszálat használtak. Én meg kendermadzagot használtam, mert sejemszállal nem tudtam, hogy fogok tudni dolgozni. Nem kockáztattam azt, hogy bevásárolok egy nagy adag sejemszálat, és kiderül, hogy nem tudok vele dolgozni. Kömi Vasnali Admira vagyok, és a Zengőnyél Történelmi Íjásziskolában oktatóként dolgozom jelenleg. Az eleinte, mikor még én kezdtem tanulni Attilánál, akkor nem voltunk túl sokan, és nem volt jellemző a kitartás sem legtöbbünkre, de most már azt vettem észre, hogy egyre népszerűbbé vált, hát nem is mondom azt, hogy maga az íjászat, de maga az, hogy a kültéren való sportolás igazából, és hogy egyre több gyereket vonz be ez az egész, és maga mégis az íjászat is, maga ez a harcászat. Lányok körében például nagyon sokan mondják, mikor kérdezem tőlük, hogy miért választák az íjászatot, hogy ez a válasz rá, hogy szeretik azt, hogy ez egy harcias sport, és ők erre büszkék, hogy ők ezt lányként ezt a sportot űzik. Igyekszünk azért bevonni a diákjainkat is, akinél látjuk a lelkesedést, vagy hajlamot rá. Hát úgy igazság szerint egy éve, de már kicsit úgy régebben elkezdett Attila átadni nekem csoportokat, úgyhogy, de még nem olyan sok ideje. Kis Attila vagyok, az Zengőnyíl Történelmi Íjásziskolának a vezetője, illetve rekonstruktőr, hogy úgy mondjam. Tehát íjászfelszerelés, népvándorláskori íjászfelszerelés és lovasfelszerelés rekonstrukciókat készítek, illetve ezeket tesztelem a csapatommal együtt. Hát valójában nagyon régóta ismerem a Gábort, viszont ezen a projekten hát valójában nem dolgoztunk túlságosan sokat, mert ezek alkalmak voltak. Tehát az ötlet megszületett durván egy évvel ezelőtt, és akkor mondta, hogy hát ezt kellene csinálni, ő dolgozik a pajzson. Ugye az íjam az még akkor nem volt teljesen kész, illetve már végeztünk fel lövésteszteket, de csúnya volt, nem volt rajta ez a burkolat. És gondoltam, hogy akkor adjuk meg a módját, akkor a kísérletre leburkolom, meg mondta Gábor, hogy körülbelül milyen nyílveszőket készítsek, és ennyi volt. Tehát nem volt azért olyan óriás nagy ráfutás, meg rákészülés a kísérletre. Ha mondjuk az ember egy rekonstrukciót akar elkészíteni, akkor olyan akadályokba ütközik, mondjuk adott esetben egy avari rekonstrukció, hogy ugye megvan belőle 11 darab csontlap, és akkor az eltűnt részeket kellene kitalálni, hogy vajon azok mekkorák lehettek, tehát rengeteg következtetés van benne, illetve az, hogy milyen anyagok voltak, ez is csak egy következtetés. Tehát vannak éppen maradt leletek, vannak néprajzi párhuzamok, és akkor ebből az ember, meg ugye van a praktikum, és ebből próbálja az ember összerakni. Akkor mondjuk egy lovas felszerelésnél szintén, ugye, hogy mondjuk azt, hogy nyergelhette föl, mennyire nyergelte előre a kor ember a lovat, hogy az a nyerek hol helyezkedett el rajta. Úgyhogy azért vannak ilyen buktatók, illetve anyagbeszerzési buktatók, mert ugye például a szarút be kell szerezni, az inakat be kell szerezni. Ugye tehát nem úgy van, hogy kisétálok, levágok egy szarvasmarhát, és akkor már fel is dolgozom, hanem ezeket az alapanyagokat be kell szerezni. Hát, mint általában a konferenciák, mert azért több konferencián részt vettem már, hát ugye, még hogyha nem is jönnek be külsősök,
pedig az lenne a legjobb, hogyha többen bejönnének, hogy egy ilyen gondolatébresztés. De szerintem mindenki ezt mondja el, mert ugye a viselettörténész beszél az antropológussal, akkor beszél a kísérleti régész, a nem történésszel, és akkor így elkezd járni az agyunk normális esetben, és akkor lehetséges, hogy újabb és újabb kísérletek, újabb projektek, újabb megállapítások születnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezt a munkát hagyományosan kísérleti régészetnek szokás nevezni, de hát itt nem régészeti leletekről, hanem múzeumban őrzött tárgyakról van szó, tehát inkább kísérleti történészetről beszélhetnénk. Elkészítettem egy pajzsot, ami a török lovasságnál általánosan használt pajzstípus. Szerencsére van múzeumban őrzött jó néhány darab, amit lehetett tanulmányozni. Így korábbi kísérletek, elsősorban Szebényi Tibor leírása és a saját tapasztalataim alapján készült el ez a pajzs, amit most körbeadnék. Ezzel végeztük el a kísérleteket a Zengő Nyíl Történelmi Íjásziskola lovaspályáján. A pajzs használatának három módja lehetséges a szíjazata alapján, vagy a középső keresztnél fogva, vagy az alkarra öltve, vagy a hátravetve lehet használni. És ez a háromféle mód befolyásolja azt, hogy a pajzson áthatoló nyíl milyen sebzést tud okozni a pajzs használójánál. A kísérlethez két íjat használtunk, az egyik az egy műgyanta szériai, erről különösebb mondani valóm nincsen, a műszaki paraméterei itt láthatók. A másik íjat Kis Attila barátom saját maga készítette, egy oszmánkori török íj replikája, vagy típus rekonstrukciója. Megkérném, hogy ő mondjon róla néhány szót. Szeretettel köszöntök mindenkit, Kis Attila vagyok. Én szaruin összetett íj rekonstrukciókat készítek, nem csak oszmán török íjét, hanem más népvándorláskori íjak rekonstrukcióit is. És tulajdonképpen a kísérletben, azt mindjárt az elején elmondanám, hogy a pajzs átlőhetősége szempontjából teljesen mindegy, hogy milyen íjtípust használunk. Tehát valójában az íjnak a fizikai paraméterei a legfontosabbak. Tehát ezt lőhettük volna longbóval is, vagy modern sportreflex íjjal is, de végülis a stílus kedvéért használtuk ezeket a török íjakat. Ez egy török harci íj replika, ahogy az Gábor már az előbb mondta, azokat a tulajdonságokat hordozza, amik a török íjra jellemzőek, egy kivétellel a törés veszély elkerülése érdekében a szarvon egy ilyen hosszanti bemetszést végeztem, és egy szarulapot beletoldottam. Ez egy belső Ázsiából származó íjkészítési technika, amit a kitajok kezdtek el alkalmazni, de ez a módszer elterjedt a mongol íjkészítésben, a mandzsú íjkészítésben, illetve Kelet-Európában a tatárok készítették így az íjaikat. Tehát tulajdonképpen ez nélkülözi az íjon már ismert, tehát például a hun, avar, illetve magyar íjakon ismert laterális csontlemezeket, tehát ezt nélkülözi, és ezzel a betoldott szaru vagy csont darabbal igyekszik elkerülni a törést. Az íj felépítése, ugye középen egy kőrisfa mag van, az íjász felé eső oldalon ugye szaru, a célpont felé eső oldalon pedig szarvasin kötegek vannak ráragasztva enyvel, az íj pedig végül egy kecskebőr burkolatot kapott, ami általában a török íjakra jellemző is volt. Az íj formáját tekintve elég nyitott, ez a harci íjakra jellemző, mert a távlövő íjak, amik főleg a sport lövészetben használatosak a törököknél, a célpont felé eső irányba meglehetősen össze vannak húzva leajzott állapotban, méghozzá úgy, hogy a szarvak össze is érnek. Tehát ez egy nyitott íj, ami harctéri körülmények között könnyebben felajzható. A lövéseket én legalábbis Murát Hodzsa által már ismertetett hüvelykújas lövési technikával adtam le a pajzsra. És akkor kérem, hogy a nyilakról is mondjál néhány szót, hiszen az is a te munkád.
Igen, jellegzetes török nyilakat készítettem, ezek borovi fenyőből esztergált fatestekből, illetve jellegzetes Tóth Zoltán Henrik által kovácsolt oszmán török típusú hegyekből, illetve vadlúd és gólyatollakból épülnek föl. A tollazás jellegzetesen török tollazás, az azt jelenti, hogy nem úgy fordulnak, ugye, tehát 120 fokban vannak rajta a tollak nyilván, viszont a vezértól nem a íhúrra merőleges, hanem az íhúrra párhuzamos, és a tollak egészen fölmennek a nyílajakig, vagy más néven nokig, ez az oszmán török íjakra jellemző, illetve még egy érdekesség, hogy a fatestek dongás kialakításúak, tehát valójában az íjász paradoxon következtében a kilövéskor a nyilak kilengenek, és az, hogyha szélesebb a leginkább kilengő ponton a nyíl, ez egy picikét csökkenti a kilengést, és pontosabbá teszi a nyílveszőt, illetve a törés veszélyt szintén igyekszik elhárítani. A hegyek tüskés kialakításúak, az azt jelenti, hogy a hegytüske beleaplikálódik úgymond a fatestbe. Ez eredetileg ez a készítési technika, ez még a hajtásvesző korából származik, amikor cserjék és fák hajtásából készítették a fatestet, és ugye ennek a közepében van egy ilyen szivacsos rész, amiben könnyen be lehet tolni ezeket a hegytüskéket, illetve a oszmán-török nyilakra jellemző elég modern, relatíve modern hegy kialakítási forma, bár már a népvándorlás korból is ismert, egy úgynevezett vál a hegy tövében, ami megakadályozza a becsapódáskor, hogy ez a tüske bele torlódjon a fatestbe, illetve a becsapódáskori mozgási energiát nem veszíti el azáltal, hogy összecsukódik, és ezáltal sokkal hatékonyabb lesz, és hatékonyabban csapódik be az adott célpontba. Az első kísérletet 12 méteres lőtávról adtuk le. Részben kézből, részben belövő állványból adtuk le a lövéseket, és minden esetben feljegyeztük a nyílvessző sebességét, és ebből számítottuk a nyílmozgási energiáját. Lényegében a nyílvessző kezdeti mozgási energiájával számoltunk, tehát azt vetettük össze az áthatolási mélységgel. Azért választottuk ezt a 12 métert, mert ez körülbelül 4 ló hossz, illetve 4 vágtaugrás hossza, tehát ezt 2-3 másodperc alatt teszi meg a lovas. Vagyis ez a legrövidebb távolság, ahonnan még vágtató lovon a közeledő ellenségre érdemes nyíllövést leadni, és még van idő a védekezéshez fegyvert váltani. A később egy táblázatba mutatjuk az áthatolási mélységeket. Ez volt a legnagyobb, ez a belső felülettől mért 20 cm-es áthatolás. Itt láthatók a lövések, a sebesség, az energia, mindegyik lövés 41 g-os nyillal történt ebben az esetben. A két nullás érték az magyarázatra szorul. Az egyik esetben a nyíl a pajzsdudorba csapódott be, és körülbelül 2 cm mélyen behatolt. A másik lövés szintén a pajzsdudorba csapódott, de eldeformálódott, tehát nem ütötte át a pajzsdudort. A második kísérletet 22 méterről hajtottuk végre, arra voltunk kíváncsiak, hogy a lőtávolság növelése mennyire csökkenti az áthatolási mélységeket a pajzsban. Ez 8 ló hossz, illetve 8 vágtaugrás, ez az a távolság, ahonnan még viszonylag jó találati biztonsággal érdemes nyíllövést leadni az ellenségre. Ugyanazokból az íjakból, ugyanazzal a sebességmérő műszerrel, és ugyanebből a sorozatból másik nyilakkal hajtottuk végre a kísérletet. Az egyik legnagyobb áthatolás itt 7 cm-es volt. Az értékek így oszlottak meg. A nullás értékek itt is a pajzsdudorba csapódtak, de a pajzsdudor nem sérült meg olyan mértékben. Feltűnhetett, hogy a második kísérlet során következetesen alacsonyabb energiaértékeket mértünk. Itt minden esetben kézből adtuk le a lövéseket, tehát lehet, hogy ez alacsonyabb húzáshoz, és ez emiatt alacsonyabb sebességet
jelentett, de a lőtávolságnak is volt hatása, mert a 22 méteren mért energiaértékek átlaga a 12 méteren mérteknek a 81%-a volt, az áthatolási értékek viszont csak 52%, tehát mégiscsak van hatása a lőtávolságnak. Az első két kísérlet értékeléséből sommásan megállapíthatjuk, hogy egy 50-80 font húzóerejű íjből kilőtt 40 g körüli 16-17. Századi oszmán harci nyilakkal 10-20 méterről át lehet lőni a török nádpajzsot. Az áthatolási mélységek 5 centi és 20 centi között szóródtak. Ebből ez adódhatott az íjak eltérő erejéből, az eltérő húzás hosszakból a kézből leadott lövések esetében, de legfőképpen abból adódhatott, hogy máshogy fékeződik a nyíl, hogyha telibe kap egy rotánk pálcát, és máshogy, hogyha át tud bújni a két pálca között, és tovább módosítja a áthatolás mélységet a pajzs bélésének a adott ponton a vastagsága, a lazassága, a feszessége. Tehát ennek következtében azt mondhatjuk, hogy nincs egyértelmű tendencia a nyílvesző mozgási energiája és az áthatolási mélység között, ezek miatt a tényezők miatt. Figyelembe véve ezt az 5 centi és 20 centi közötti áthatolási mélységet, a sebző hatás nagy mértékben függ attól, hogy a pajzsot hogy használja a használója. Hát ha a hátamon van a pajzs, akkor oldalt egy olyan majdnem 10 centi az a tér, ami nem a testem vonalába van. Ha ott akár 20 centire áthalad a nyíl, az nem okoz sebzést. Ha a közepetáján halad át, ott a pajzs domborúságát kell levonni az áthatolási mélységből. Tehát igazából akkor tud komoly sérülést okozni, hogyha a szélén és a testemhez közel alacsony domborúságnál nagy mélységbe hatol át a nyíl, de ez tovább csökkentheti az aláöltözet, a páncél, a bajrdak, a gambezon, bármi. A legveszélyesebb helyzet az, amikor a használója a pajzsot alkarjára öltve viseli, mert hogyha abban a vonalban akár csak 10 centire is áthatol a nyíl, és nincsen védőeszköz az ember karján, például egy karvas, egy kolcsák, akkor ott a keze súlyosan sérülhet. És a legbiztonságosabb változat az, amikor a középső X-alakú markolatnál fogja az ember az íjat, a pajzsot. Na most a korabeli ábrázolások azt mutatják, hogy ez egy, hát mondhatni, hogy obligált lovas fegyver. Ezért megpróbáltuk imitálni a lovas harcot, hogy mozgásban lévő lóról leadott mozgásban lévő pajzsra milyen hatással tud lenni a nyíllövés. Természetesen itt biztonsági okokból nem tudtuk a teljes szituációt rekonstruálni, tehát nem lovasember lőtt lovasemberre. Nem is annyira az ember páncélzata, hanem a ló biztonságos megóvását nem tudtuk megnyugtatóan megoldani. Ezért egy utánfutóra rakott nagybálára akasztottuk fel a pajzsot, és Attila így hajtotta végre a lövéseket. Ugyanabból a török íjból, 35, illetve 39 g-os nyilakkal, a tömör nevű lováról, nagyjából 8-10 méteres lőtávolságról, a szalmabálát vontató autó kilométer órája szerint 25 km per órás sebességgel, ami azt jelenti, hogy a ló is körülbelül ilyen sebességgel közlekedett. Néhány illusztráció, nem tudom, látszik-e, itt repül a nyíl. Ugyancsak hátrafelé. Minden lehetséges irányt szimulálni próbáltunk, tehát volt olyan, hogy azonos irányba haladnak, és hátrafelé lő a lovasíjász, volt olyan, hogy egymással szembe haladnak, és volt olyan, hogy a lovasíjász követi a céltáblát, vagy a pajzsot. Néhány találat. Ezek az adatok természetesen tájékoztató jellegűek, hiszen nem tudtuk mérni a nyilak sebességét. De itt is előfordult néhány 2-3 centis átütés,
előfordult, hogy a pajzsdudor mellett olyan csekély mértékbe hatolt be a nyíl, hogy a pajzson se hagyott nyomot, és ki is pottyant a rázkódástól. Felmerült az az ötlet, hogy így, hogy szalmavállára van akasztva a pajzs, illetve ha kézbe fogja az ember a pajzsot, akkor a bebillenés az annyi energiát emészt el, hogy az okozhatta a vontatott pajzs esetében az alacsonyabb áthatolási értékeket. Ennek a hipotézisnek az ellenőrzésére beállítottunk egy kísérletet, ami úgy nézett ki, hogy polifón veszőfogokból építettünk egy védőfalat, azon hagytunk egy akkora nyílást, ahol az ember keze kifér. Ott én kidugtam a kezembe adták a pajzsot, és Attila sebességméréssel rálőtt a pajzsra, ugyanazzal az íjjal, és ugyanabból a sorozatból származó nyilakkal. Itt ilyen áthatolási mélységeket tapasztaltunk, ilyen energiák mellett, vagyis a hipotézis nem bizonyult igaznak. Tehát ha az ember a markolatánál, a középső X-alakú markolatánál fogja a pajzsot, akkor a bebillenés nem okoz olyan energiavesztességet, ami ezt a 19-22 centis áthatolást fékezné, vagy alacsonyabbá tenné. És akkor itt megint Attilát kérném meg, hogy akkor ez alapján adjon magyarázatot a vontatott pajzsal elért alacsonyabb áthatolási értékekre. Mikor Gábor előállt ezzel az ötlettel, hogy vágtató lóról lőjünk egy másik vágtató lovon száguldó lovason lévő pajzsra, akkor egy picikét megállt bennem az ütő, és elkezdtem gondolkodni, hogy lehet ezt a legbiztonságosabban megcsinálni, akkor még ez a bálás ötlet nem merült fel, ez később. Aztán szó volt róla, hogy hát biztos vannak nálunk olyan megszállott emberek, akik elvállalnak. Én a lövő leszek, tehát ezt én lefoglaltam magamnak, mert amúgy a bemutatóinkon többnyire szoktunk mi egymásra lőni, de gumihegyekkel, tehát ha mondjuk az adott esetben nem sikerül, akkor azért még mindig túléli az illető. És akkor törtem a fejem azon, hogy a lovat, mert hogy az ember tényleg fegyverkabát, mindenféle nemes páncélt ráadtunk volna, ami lehet, hogy nem korhű, de mégis védte volna az illetőt, de mit tegyünk a lóra, ugye? Mert nem álltak a rendelkezésünkre olyan eszközök. Gondoltam, hogy paplan, vagy nem is tudom, mit lehet a farára tenni, de végül aztán elvetette Gábor az ötletet, mert azt mondta, hogy hát ez úgysem mérhető, maradjunk a földi lövésnél. De végül, mikor kialakult ez a bálás ötlet, akkor mégiscsak megvalósítottuk ezt a tervet. És hát ez a tömör nevezetű ló, amelyik látható volt a képen, meg Gábor említette is, néhány héttel a kísérlet előtt egy filmforgatáson nagyon durván cserben hagyta a csapatot, és akkor azt mondtam, hogy kapjon még egy esélyt, mielőtt esetleg szalámit készítünk belőle, és akkor ő legyen az, aki a kísérletben részt vesz. Hát valójában az volt a nehézség ennek az egésznek, ami nem a mentségemre szolgál, hanem inkább magyarázatot ad arra, hogy nem hatoltak annyira mélyen a pajzsba ezek a nyilak, hogy ugye egy nyílt térségen történt az egész, tehát valójában egy csatatérhez sokkal inkább hasonlító, mint mondjuk egy kiépített lovasi jászpálya, ahol ugye a ló eleve egy kiépített nyomvonalban leszalagozva, lekorlátozva tud menni, hanem teljesen nyílt volt a plac, illetve a másik az, hogy nem tudtam azt, hogy a ló hogy fog reagálni az utánfutóra, a zörgésére, hogy félreugrik, vagy mit csinál. Tehát az azt jelenti, hogy a pajzs megérkezéséig, tehát addig a pillanatig, amikor lőhetőnek tűnt az egész, a lovat kézben kellett tartani, és az utolsó pillanatban lehetett csak megcsinálni, hogy vagy elengedett szárral, vagy pedig a szárat mérsékelten fogva egy másodperc töredéke alatt le lehessen adni ezt a lövést, és ez nyilvánvalóan azt eredményezte, hogy az íj valószínűleg nem volt kihúzva rendesen. Tehát ezt picikét többet kellett volna gyakorolni, tehát az íj meglehetősen erős volt, mert ugye 76 font körüli húzóereje volt nagyjából, és mivel nem húztam ki annyira, valószínűleg nem lehetett ennyire erős. Plusz a másik, ami inkább fizikai magyarázat, hogy ugye a pajzs ugrált a bálán, ami valószínűleg az ember hátán is ugyanígy ugrálhat, és ez az oldalirányú mozgás valószínűleg ezt a becsapódáskori mozgási energiát elnyelte, és emiatt sem sikerült olyan mélyen a pajzsot átlőni. Hát a kísérletek tapasztalatait abban összegezhetjük, hogy nincs lineáris összefüggés a nyílmozgás energiája és a becsapódás mélysége között.
A pajzs tesztelése során összesen 21 találatot kapott. Ebből 3 lepattant a pajzsdudorról, 2 pedig a pajzsdudorba fúródott, tehát átszakította a lemezt, 2 mm-es lemezről van szó. További 2 a mozgó pajzsból kirázódott és nem okozott észrevehető sérülést. Így most, ha meg a kézbe vett pajzson megszámolja valaki, 14 lövésnek a nyomát lehet benne látni, tehát 14 lövés átütötte a pajzsot, és a szerkezete ennek ellenére érdemben nem károsodott, vagyis a pajzs továbbra is használható maradt. A kísérletekből azt a paradox következtetést vonhatjuk le, hogy a rotángvesszőből kenderfonallal készült kerektörök nát pajzs a sérülékenysége ellenére is megfelelő védelmet nyújthatott a használójának a nyíllövések ellen. Hogyha más védőeszközzel, karvassal, láncinggel, bajirdakkal, gambezonnal van együtt felszerelve a pajzs használója, akkor a sérülések még kevésbé hatásosak. Hát súlyos sérülést akkor okozhat, hogyha védőfelszerelés nélkül az alkarjára öltve viseli a pajzsot. Ezt a gyakorlatot általában olyankor szokták követni, amikor más fegyvert is használnak, tehát a pajzs a kezén és íjat használ, vagy a pajzs a kezén oda készítve a szabja, az íjat is használja, aztán a szabját, tehát ezek a mameluk, szilágsőrök szoktak ilyen kunsztokat csinálni. Azt is érdemes számba venni a pajzs védőhatásának az értékelésekor, hogy a használható vagy a hagyományosan használt anyagok közül a rotáng a legsérülékenyebb. Általában a rotángot díszpajzsokhoz használják sejemszál varrással, a közönséges hétköznapi kevésbé díszített pajzsokat fűzvesszőből, mogyoróvesszőből, somvesszőből készítik és lemfonallal fonják körbe. Tehát ez esetleg még növelheti a pajzsnak a védőképességét. Így nézett ki a pajzs a kísérlet kezdetén, és így néz ki a pajzs a kísérlet végén. Köszönjük a figyelmet!